Köszöntöm nézőnket, köszöntöm a stúdióban Balláné Fazekas Ilona Tünde szerkesztőt. Beszélgetésünknek egy gyönyörű apropója van, hiszen Fazekas Mihály bácsinak megjelent egy gyönyörű könyve, Karcagi Kunkötések címmel. Ön volt ennek a szerkesztője, gyűjtője. Szeretném először is köszönteni nézőnk nevében is a stúdióban. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. A névből azért már kiderült, hogy valamilyen kötődése van Misi bácsihoz. Azt gondolom, hogy mindenki Misi bácsiát nem nagyon kell bemutatnunk, de ebben a gyönyörű könyvben azért az elmúlt évtizedeinek a jelentősebb dolgai benne vannak. Honnan jött az ötlet, hogy ezt össze kellene gyűjteni, és egyáltalán hány év munka van ebben? Az ötlet az unokatestvéremtől, dr. Fazekas Sándortól származott. Ő találta ki, hogy apunak a életművét gyűjtsük össze, és adjuk ki. Úgy tudom, hogy ebben a könyvek nem szerepelnek, ebben csak az írásai vannak. A rövidebb írások, igen, mert arányaiban elbillent volna az egyensúly, hogyha nagy írásokat, a könyveket is beletesszük. Gyerekként egyébként önök hárman vannak testvérek, hiszen azért ezt nagyon sokan tudják. Hogyan élték meg azt, hogy Misi bácsi az mindig ment, mindig gyűjtögetett, tehát ebben nőttek föl, ott volt a citera, nem tudom, hogy megtanult-e citerázni, tehát milyen gyerekkoruk volt Misi bácsi mellett? Tehát az, hogy ő miket tudott, azok úgy ragadtak ránk, hogy észre se vettük. Tehát végül is nem gondolkoztunk azon, hogy most milyen a régi élet, mert nap mint nap találkoztunk vele. De akkor ebben azért általános iskolában biztos voltak olyan versenyek, aminek ennek előnyét is élvezték? Hogy több információval rendelkeztek? Tulajdonképpen az, hogy apukám mit tudott, ennek a könyvnek a gyűjtésekor mélyült el bennem, vagy így tanultam meg inkább. Tehát úgy gyerekkoromban nem tudatosult annyira, igen. Egyébként, amikor ezeket gyűjtögette, hol talált forrásmunkákat hozzá? Hát a kiindulási pontom az a Szülőföld szolgálatában című könyv volt, amelyiket apukám 60. születésnapjára 1994-ben adta ki. És ebben van egy bibliográfia, ami az 1994-ig megjelent írásoknak a jegyzéke. És így már csak azokat az újságokat, Kunhalom, Karcagi Hírmondó, vagy könyveket, ahol egy-egy fejezetet írt apukám, azokat kellett megkeresni. Említett az előbb egy fél mondatta, hogy sok olyan dologgal most szembesült, amit az apukája csinált az évtizedek alatt. Mi volt az az esetleges történet, ami most újdonság volt, vagy családra vonatkozólag is találta esetleg új dolgokat? Hát a családra vonatkozó az nem, mert ők szülei még mindenkit tudtam gyerekkoromtól kezdve, nevüket legalábbis, meg némi történetet is hozzájuk. Van kedvenc írás ebben a nagy kötetben, ami önnek most kedvencévé vált, hogy jó volt újra olvasni? Hát mindegyik jó. Nem tudok kiválasztani közül olyat, amelyik különlegesen. Talán azok, amik az ő saját tapasztalatai, az aratás, a tanyázások, a gyerekkora, hogy ért. A küzdelmes gyerekkor, hiszen azért nem egy egyszerű korban voltak gyermekek ők azért. Hát attól függ, hogy fogjuk fel. Igen. Mert először nehéz volt ugye az, hogy felelősség van egy gyermeken, aztán később pedig az, hogy a együtt dolgozó gyerekek azok milyen jókat játszottak. Azért, mert felnőttként ön is végigkísérte Misi bácsinak a pályafutását, tehát azért nagyon sokan tudjuk, hogy tanított a Szenttanaiban, volt a múzeumban is, de a citerázás azt hiszem, hogy tulajdonképpen ezt tette őt talán leghamarabb országosan ismerté. Ön tud citerázni, vagy valamelyik őjük megtanult? Hát én tanultam, de már most évek óta nem vettem elő. Most a legkisebb lányom kezdett el próbálkozni. És egyébként ő a Misi bácsi fönn hagyott esetleg jegyzeteket, kottákat, vagy honnan persze tudják ezeket? Persze, igen. Rengeteg kottája van, dalszövegek,
ilyen dolgok. Van ilyen direkt citera könyv is, tehát citera tanulási könyve is. Azt gondolom, hogy lehet, hogy érdekes lenne egyszer összeszedni azokat a citerásokat, akik a több évtized alatt tőle megtanultak, és esetleg még nem felejtették el, és esetleg egy citera találkozót nekik szervezni. Hát ilyenben még nem gondolkoztam. De hát ez is egy merész ötlet volt, a következő merész ötlet meg lehet ez? Tehát van benne egy olyan cikk, ahol felsorolja apukám mindenkit tételesen, ki mettől meddig citerált, énekelt, tehát mindenkinek a neve benne van, akit tanított, legalábbis annak a cikknek a megjelenéséig. Én nekem szerencsém volt Misi bácsit azért több évtizedig ismerni, és egy nagyon precíz, nagyon alapos ember volt, és tényleg gyönyörű kézírással, még az utolsó időszakban is gyönyörű kézírása volt, és azt hiszem, hogy alapokat adott a családban is önöknek, meg az unokáknak is példa, még én úgy gondolom ma is. Hát igen. Igen, meg már most lassan a dédikéje, a dédunokája a Kunmadaras juhászatát kezdte el olvasni első osztályos létére. Igen, tehát az az egy jelentősebb munkája volt, azt hiszem, hogy az volt az egyik olyan nagyobb kutatása, amivel úgy fölkerült az országos ismertségre, meg volt a Karcag népi táplálkozása is, ami meg egy másik alapmunka volt nagyon sokaknak. Igen, igen. A Karcagi Református Egyház története még a napról 1956-57-ből, és van még egy nagyobb írás, a Turkebe története a 18-19. Században. Ez a Turkebe földje is népe című könyvben jelent meg, de olyan mértékű, olyan mennyiség 70 oldal, több mint 70 oldal, hogy ezt a nagy írást se tettük bele ebbe a kötetbe. Én önnek, kedves Ilonnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és várjuk vissza, hogyha újabb dolgok történnek Misi bácsival kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én is köszönöm nézőinknek a figyelmet.